Szevasztok! Iskolában milyen tanuló voltam? Bevallom őszintén, hogy nem voltam valami nagy tanuló. Bevallom őszintén, hogy nem foglalkoztam annyira a tanulással, nem is érdekelt a tanulás. Mindig szerettem mindenbe beleszólni. Volt egy tanárnő, akit mindig kiidegeltem, inkább délután folyamán. És mindig volt valami megjegyzésem, a tanárnő pedig annyira nem szeretett. A tanulással valamikor foglalkoztam, olyan hármas, négyes, tanuló voltam, de szerintem ez nem ciki, nem mindenki tanul olyan jól, de a tanulás fontos. Én azért odafigyeltem már, amikor kellett, és már amikor úgy éreztem, azért 15, 16, 17 évesen, vagy 14 évesen, amikor benne vagy a bizonyos serdülőkorban, akkor azért lázadsz, azért próbálsz kitörni, vagy ki szeretnéd törni, és szeretnéd a világnak megmutatni, hogy te másabb vagy, hogy sokkal több vagy. Én igazából csak az iskola falain belül voltam rossz gyerek. Mondani, hogy csak az iskolai falain belül, mert tehát kint az utcán már nem voltam rossz gyerek. Tehát ott nem úgy viselkedtem, hogy az iskolában bent, és ahogy másokkal viselkedtem az iskolában. Tehát annyi minden történt az iskolai évek során, meg az elmúlt évek során, hogyha elmesélném, akkor nem hinnétek el. De én azt gondolom, hogy tanulni muszáj és fontos. Tehát mindenki tanuljon és élvezze az életet, és örülj addig, amíg tanulsz, mert ha kikerülsz a való életbe, akkor majd visszasírod ezeket a dolgokat. Bevallom őszintén, hogy néha sokszor visszagondolok az iskolás évekre, és arra, hogy milyen jó volt iskolába járni. Ha megtehetném és visszapörgethetném az időt, akkor újra átélném azokat a dolgokat, amiket átéltem. Az iskolában zajlott az élet, kirándultunk, tényleg fociztunk, sportoltunk, tehát voltak sportesemények. Elnézést kérek, ha itt böfögnék, csak a kólát iszom, és megböfögtet. Tehát én azt gondolom, hogy az iskolás évek zseniálisak voltak. Nem voltam egy minta gyerek, tehát szerintem mindenki volt rossz, mindenki rossz, mindenki úgymond egy picikét hanyagolja a tanulást, de tanuljatok, figyeljetek oda, mert fontos. Ezzel most nem azt mondom, hogy ne tanulj, hanem tanulj, és járj be az iskolába. Én az általános iskolát nem szerettem. Amikor tovább tanultam, azért már ott odafigyeltem, ott már azért négyes és talán ötös környékén voltam, néha egy-két-hármas volt, de az általános suliban ott kettes, hármas, maximum néha négyes volt. Az éneket annyira nem szerettem, mert nem tudok énekelni, és amikor kérték, hogy énekeljek, azért rosszul éreztem magam, mert tehát nem tudsz énekelni, és ja, de az osztály az olyan volt, hogy összetartóak voltunk. Voltak viták, voltak problémák, de mindig összetartó volt az osztály, és hogyha baj volt, akkor összeálltunk és figyeltünk egymásra, segítettük egymást, már amikor segítettük. Én meg mindig így próbáltam egy picit más ember lenni, lázadó típus voltam. Mindig váltam a 8. osztályt, meg mikor leszek 18 éves. Miért nem vagyok még 18 éves? Ha 18 leszek, akkor mi lesz? És aztán eljött a 18, és aztán ennyi. Tehát zajlott az élet. És itt vagyok 26 éves. Elvégeztem már az iskolákat. Rengeteg mindent elvégeztem már, és érdekes dolgokat éltem meg az életemben, és rengeteg mesélni való történetem van, amiről tudnék mesélni és felidézni a legjobb dolgokat. A rossz dolgokat is fel lehet idézni, de az felesleges, mert a múlt, elmúlt, a harag ugyanúgy elmúlt. Én nem maradszom senkire, nem utálok senkit, nem utálok semmit. Ha tehetném, mindig tanulnék, és amúgy mindig tanulok, mert az életben mindig tanulsz. Mindig tanulsz, mindent meg lehet tanulni, mindent meg lehet tapasztalni, minden hibából tanulsz, és másoktól is lehet tanulni, és érdemes is tanulnod. Az élet egy nagy iskola, amit tanulni kell, amiben benne vagy és tanulsz. Tanulmányozod az embereket, az állatvilágot, a növényvilágot, a földgömböt, a levegőt, a vizet, a halakat, a kisebb rovarokat, pókokat és egyéb állatokat, akár a kutyákról, macskákról, birkákról, dinoszauruszokról, a régi időkről, Krisztus előtt, Krisztus után, és sorolhatnám, etc., 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 stb. Stb. Stb.
kontra. Na, kontra. Csákol meg a csontörő, pipa. A scout kapott a csontörő, ennyi volt a csontörőnek, mi? Mindig valami új dolgot tanulsz. És új dolgot tapasztalsz meg az életben. Az a legfontosabb, hogy tapasztald meg, és élvezd azt, hogy tapasztalod a dolgokat, és megtanulod. Új dolgoknak kell lennie az életedben. És mindenki szeresse azt, amit kapott a jó Istentől, és szeresse az életét. És tanulmányozzátok a világot, a levegőt, a fákat. Azt, ahogy gondolkodnak az emberek, meg kell fejteni. Fejtsd meg azt, hogy ki hogy gondolkodik, a családok hogy élnek, milyen ételeket esznek, milyen italokat isznak, milyen szokásaik vannak. És ilyen dolgokat, tehát ezeket, én mindig ezeken szoktam gondolkodni, hogy emberek hogy élnek, hogy élek meg a napjaikat. Tehát kíváncsi lennék, hogy egy adott család hogy kell fel reggel, hogy zajlik a reggeli, hogy zajlik a délutánja, mi történik otthon a lakásban, miről beszélnek, mi vitatkoznak, mi okozza a vitát, mi okozza a szétválást, mi okozza az összetartást. Tehát ezeket a dolgokat tanulni kell, és ezekre az ember mindig kíváncsi. És én igenis kíváncsi természet vagyok. Szeretem az új dolgokat, és mindig tanulok. Igazából már lassan elfog. Nos, a levegő az levegő. De miből van a levegő? Miért kék az ég? Miért van felhő? Miért van víz? Honnan keletkezett a víz? Miért lettek halak? Miért van autó? Miért lettek emberek? Ki volt az első ember a Földön? Miért fontos, hogy ne szennyezd a levegőt? Miért fontos a tiszta levegő? Miért vigyázz a természetre? Miért ne vágj ki a fát? Miért ne rúgj bele a másikba? Miért segíts az elesett embernek a földről felállni? Ezekre a dolgokra válaszoljatok nekem, és én szeretném, hogy akkor tanuljunk. Ti válaszoltok, és én kérdezek, ti válaszoltok, és ennyi. Dinoszauruszok mikor voltak, miért haltak ki, jelenleg van-e olyan példány, ami él, vagy akár az UFO-k egyáltalán léteznek-e, honnan ered az UFO szó, és hogy miért alakult ki az UFO szó, vagy hogy kitalálta ki ezt a UFO, és hogy van-e olyan földrész, ahol van-e élet, vagy lehetne élni, vagy miért nem lehet élni, ugye? És a víz milyen fontos szerepet tölt be a földön és az emberek életében. Nos, ezzel zárnám ezt a videót, meg megittam ezt a kis kólát. Hát akkor várom kommentbe az írományokat, a leírásban megtalálod a Facebook oldalamat, Instagramomat, Instagramon írjátok meg, Facebookon pedig a posztolt dolgoknál kommentbe írjátok meg a véleményeteket, de Instagramon írjátok üzenetet, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok, szeretlek benneteket nagyon. Puszi, legyen meg az 1000 feliratkozom. Csáá!